forog. Bocsánat a késésért, a technikai problémát hárítottunk. Vendégeink készen állnak a vitára, Száva Vince, illetve Tasnádi Péter, majd Fodor Gyula, aki egy régi motoros. Az ő szerepe, mind a két félt ismeri, Szávát és Tasnádit is. A vita tárgya, Tasnádi Péter, gyűlöli-e a cigányokat, vagy sem? Most pedig átadom a szót a kolléganőmnek. Üdvözlöm a kedves egybegyűlteket és a nézőket. Alapítványunk azért indítványozta, hogy helyet és alkalmat biztosít ennek a beszélgetésnek, hogy megmutassuk, hogy a nehéz és problémás ügyeket is kerekasztalhoz lehet vinni és kultúrákra lehet rendezni, és át is adnám a szót akkor a szereplőinknek. Akkor Száva Vince. Köszönöm szépen. Tisztelt polgárok, szeretett magyarjaink, nemzetiségek, minden földi jót kívánok önöknek, és nektek, kedves barátaim, kollégák, szeretteim. Valóban eljött ez a nap, amire nagyon vártam. Ugyanis itt van a körünkben Tasnádi Péter, és a kedves Gyula barátunk, aki valóban közös barát, mármint a Péterrel is velem. Viszont nagyon komoly apropója van ennek a bizonyos napnak, ennek a bizonyos vitás kérdésnek, azért mondjuk ezt, ugyanis van három nagyon fontos kérdés, ami miatt Tasnádi Pétert fölkértem, hogy fogadjon el egy olyan élő videó vitás kérdést, amire kérnék válaszokat. Fogok kapni, abban biztos vagyok. Rövid leszek, mert abban állapodtunk meg, hogy legyen egy 3-4 perc mindenki számára, és akkor tudjon mindenki megszólalni, tudjon mindenki válaszolni. Tehát van az a három kérdés, az pedig az, Tasnádi Péter néhány hónappal ezelőtt a cigányságot, ugye a 2 millió roma lélekszámot negatívan minősítette, és ugye azt kijelentette, erről van egyébként felvétel is, tehát ez letagadhatatlan, úgyhogy a csillagoságet le lehet tagadni, de azt nem, hogy a cigányság ugye egy bűnöző népcsoport, és a cigányság bűnöző, és valóban azt gondolom, hogy ezt vissza kellett utasítani, mert a cigány társadalom nem bűnöző. Nincs cigány bűnözés, és a szélső jobboldal előszeretettel hangoztatja. Nincs magyar bűnözés, nincs zsidó bűnözés, nincs cigány bűnözés. Én ezt vallom, a mi pártuk, én a jogvédőként természetesen ezt továbbra is fogom vállalni, mert ez az uszítás, ez nem jó hazánknak, a magyar népnek elég baj van, minket negatívan minősítenek, mint rasszista ország, persze ez nem így van. Tehát a kérdés az lenne az első kérdésem, és akkor a Péternek a válaszát várom, hogy végül is miért kell ugye azt a bizonyos ledegradáló szavakat a mi népünk, a roma népkel szemben használni. Igen, nagyon sokan, számtalan ember hívott föl, hogy legyen ebből ez a bizonyos vitánk, és ez meg lesz. Természetesen ez diplomatikus körökben zajlik, mint látható, de az igazat mondjuk meg, és öntsünk kristálytiszta vizet a pohárba. Tehát akkor végül is mi, a roma nép, bűnözők vagyunk, ez lesz a kérdésem a Péterhez, vagy analfabéták, mert a Péter ezt is elmondta. Rólunk, ami visszautasítottam, ugye heteken keresztül ment ez a bizonyos videó. Ennyi, és akkor a másik az lenne, még nagyon rövid leszek, hogy a szélső jobb oldalhoz, a legrasszistább civil szervezethez, a betyársereghez milyen kötődése van a Péternek, Tasnádi Péternek. Aztán a harmadik kérdésem az lesz, és ez persze majd átvegyünk ezen, az lesz, hogy valóban a mi családunkat a Péter úgy minősítette, hogy egy vezető van, ez sem igaz, minden családtag külön vezetője a családnak, és azt gondolom, komoly elismerései vannak, érdemei. És akkor én mindjárt átadnám a szót is a... Bocsánat, Száborat kérdezem, van-e szemes problémád Tasnádi úrral? Köszönöm, Laci öcsém, a kérdés természetesen nincs, mert én a nép érdekében,
vagyok itt, a magyar nép elsősorban, a roma nép, a zsidó nép, mert amikor a zsidóinkat bántották, mi ott voltunk. A Péter, nem tudom, ott volt-e, de átadom a szót, és várom a választ, Péter. Ja, én is üdvözlök mindenkit. Hát a helyszín az rendhagyó, mint ahogy látjátok. Direkt választottuk ezt a helyszínt. Ez nem csak egy élő videó az én részemről, meg a Vince részéről, hanem közben egy amerikai forgatócsoport veszi is ezt a beszélgetést, és a terv az, hogy az 1990-es években Magyarországon hogy alakult ki az éjszakai élet és a szervezett bűnözés, és erről egy dokumentumfilmet fognak folytatni. Na most előre bocsájtom, hogy itt elég kemény szavak el fognak hangzani, de ez nem azt jelenti, hogy gyűlölködünk, én biztos, hogy nem, de nem is fogom elhallgatni a véleményemet. Természetesen úgy kezdte a Vince, hogy megint csúsztatott, és olyan dolgokat mondott, amit sehol nem fellelhető. Ő azt mondja, hogy ezt tudja bizonyítani, majd arra kérlek, hogy ezt bizonyítsa. Vedd elő ezeket az anyagokat. Megvannak. Jó, hát mondja a Vince, hogy megvannak, de hát ő sok mindent mond. Ezt egy ország látta. De most én beszélek, az én 3 percemről van szó. Úgyhogy, tehát csúsztat, gyűlölködik és úszik. Mire alapozom ezt? Ott van a Roma-Magyar Készfogás Alapítványnak a videó, az oldala. Ott van a Száva Vince oldala. Csak szemezgessünk, hogy mik vannak ezeken az oldalokon, és akkor el lehet dönteni, hogy azok a követők milyen műveltek, intelligensek és tanultak, amiről itt a Vince beszél. Például az egyik hozzászóló, Kis Gábor. Hát miért nem bassza már valaki telibe a tasnádit? Ugye ez vagyok én. Egy igazi faszopó a tasnádi. Azt mondja a Horváth Robi, hogy vágja már valaki pofán, egy pofon semmitől. Aztán a Kincsó Gödöllői, ki kéne már ütni a geciba a faszopó tasnádit. A Robi Zalai azt mondja, lógassátok le valamelyik hídról azt a köcsök tasnádit. Nem akarom tovább folytatni, de egyet biztosan tudnia kell a Roma Magyar Készfogás Alapítványának és Száva Vincének is, majd itt van az ő oldala is, hogy a jogszabályok az ilyen hozzászólásokat tiltják, ez bűncselekmény, és az, aki tartja, tehát aki ennek a oldalnak a gondozója, az felel ezekért a hozzászólásokért, ugyanis ezt azonnal le kellett volna, hogy töröljen. Mondom akkor a Száva Vince oldalát, és a Száva Vince oldalán még súlyosabb a baj, mert a roma készfogás oldalát, amit a Száva Laci kezel, ő legalább nem értékelte a hozzászólásokat, tehát nem lájkolt és nem szólt hozzá. Száva Vince viszont tovább buzdítja ezeket a gyilkosságra és egyéb súlyos testi sértésekre felbújtó embereket. Például olyan a Roland Dorsos, 2 méterrel lentebb kéne lennie tasnádinak, nem itt kellene prédikálni, tehát a föld alatt. Vince Száza, igazad van, bátya, undorító, amit művel ez a féreg, vénköcsög, és még ebédelt is a gurúban. És ezt sorolhatnám ezeket a dolgokat, nem akarom tovább sorolni, én arra kérlek téged, hogy ezt azonnal töröld le az oldaladról, és te is mondtad, amit írkálnak ott a szélső jobb rasszisták. Én mindent letörlök. Nekem az oldalam. Nem láttam, én egyszer, de figyelj, Vince, te beszélsz itt a békességről, a Szent Szellemről, és itt hűíted az embereket. Akkor miért vagyok letiltva, én például a te oldaladról? Letiltottál. Miért? Én nem írok. Én tudtam, hogy te voltál. Hát én nem is tudlak letiltani, nekem közösségi oldalam, vagy nem tudok letiltani. A közösségi oldalat le se lehet tiltani, tudom másod. De, igen, de te letiltottál, hogy de én ne tudjak. Igen, engem letiltottak. Nem, te tiltottál le, hogy én ne tudjak a te oldalathoz hozzászólni. Ez nem igaz, de nem baj, mondjad. Akkor azt hiszem, hogy a mai napi vitának nem sok értelme lesz, mert Száva Vince valószínű, hogy mindent fog tagadni, de vannak dolgok, amit hoztam, azokat majd nem fogja tudni tagadni,
de bár azt is gondolom, hogy azt se ismered el. A békességet az csak úgy lehet kikényszeríteni, vagy azt lehetne csinálni, hogy ezt a szektát, amit te vezetsz, ugye, mondod, hogy éke, ima, párt, ami nincs egyébként, majd a dokumentumok itt vannak, majd erről is beszélgessünk később. Nem akarom elvenni a szót, de három kérdést tettél föl, és én nem tudok válaszolni. Ez külön-külön persze lehet válaszolni, jó, úgy gondoltam. Tehát tisztelt barátaim, a Tasnádi Péter, ő a legnagyobb király a csúsztatásban, hogy tisztázzuk le, úgyhogy ennyit erről. A csúsztatás az nálunk úgy működik, hogy elkezdtünk dolgozni 2004-től önerőből. Ugye azért bútorszállítás, ott vagyok, pakolunk, segítünk, ingyenes jogi tanácsadás, büntetőperes ügyek, polgárperes ügyek. Na nálunk ez a csúsztatás, viszont a Péter úrnál a csúsztatás az valódi csúsztatás, de annyira, hogy bárki rálép oda, ez jobban csúszik, mint a jég. Tehát ez a gáz. Továbbá, amiről ugye beszéltünk, az nem igaz, az soha nem írtam le azt, hogy bátya, az nem én tőlem ered az az írás, csak azt elmondanám, mit ott beolvastál, hogy bátya, jól teszed, igazad van. Soha nem támogattam, sőt, most is el kell, hogy mondjam, és sokszor felszólítok mindenkit, a kommentelőket, hogy életveszélyes fenyegetéseket ne valósítsanak meg, mert én mutatok példát, én soha nem tettem, nem is fogok. Még a szélső jobboldal, rasszista, neonáciszti gyakorlókkal szemben sem. Továbbá azért tudni kell azt, hogy amit az előbb a Péter felemlített, arra rögtön válaszolok, ugye a szélső jobboldalnak a aljas támadását vette át a Péter, átvetted, pontosabban, hogy nincs éke. Elmondtam többször, de látom, hogy nem akarjátok megérteni, a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete éke megszűnt, miért is vajon? Mert ugyanis a nép érdekében dolgoztunk és megterhelték. Saját zsebből több milliót nem tudtam kifizetni. Továbbá létrehoztuk a rövid ékét, Érdekvédelmi Egyesület ékét, az létezik. Aztán van a mi pártunk ima jogvédő, az meg volt és van. Tehát azzal nincs gond, tehát ezt is üzenném a szélső jobboldali embereknek, akik a gyűlöletet keltik. Ez lenne a válaszom, és akkor átadom a szót, hogy valóban legyen válaszra. Ja, természetesen semmi se igaz abból, amit a Vince elmondott. A mi pártunk ima az egy ilyen kamu párt, semmilyen létszáma nincs, semmilyen jelentősége nincs. Elhoztam a Nemzeti Választási Iroda országgyűlési választásáról 2022-ről, tehát le lehet a honlapról tölteni, hogy mi ez az ima. Elindultak a Száva Vince pártja, 20 embert jelöltek az országban, akik elindultak a választáson, de a 20 ember közül 17 nem tudta teljesíteni a minimumot, hogy 500 érvényes kopogtató cédulát szedjenek össze. Összesen 3-an teljesítették. Ez a 3 induló, mondom mindenki, na, Száva Vincére hallgasson, hanem nézze meg a honlapot. Ez a 3 induló összesen 326 egyéni szavazatot kapott. 326-ot 3 ember. Mit ír a választási iroda? Hogy az összes mandátum aránya 0,00%. Egyéni jelöltek száma 20, abból 3 indulhatott, a megszerzett egyéni mandátumok 0,000%. Kaptak összesen 326 szavazatot, tehát ez a párt, ez nem létezik. És az ékét nem azért szüntették meg, amit a Száva Vince mondta, hanem nem tudtak elszámolni. Tehát ebből még lehet büntetőjárás is, ha ebből lehet, egy pillanat, ebből még lehet. Miért? Ebből lehet büntetőjárás, és valószínű, hogy lesz is. Lesz is. Így van, igen. Mi indítjuk. Az mindegy, aki hazugságot állít. Hát mindegy, hogy te mit indítasz, az ima párt meg az éke, az a te agyadban létezik, és... Meg egy ország. Igen. Jó. Jó. Köszönöm, folytatjuk. Lejárt az időm. Remélem, nem örök. Kedves,
Kedves néző, kedves barátaim, látjátok, hogy milyen hazug emberül itt, akkor tisztázzuk le most ezt a történetet. Mert a hazugságok csúcsa, mondom, ő király a hazugságban, mi meg idézőjelben földi királyok vagyunk, értetek, amit teszünk, mert önös érdekből valaki dolgozhat. Vajon a Péter tette valamit a zsidóságért, a cigányságért, az biztos, hogy nem, csak ellene. A magyarságért tette valamit, az egy más kérdés. Amiért dolgoztam 15 éves kortól munkaviszonyom van, azért azt tudjátok, ezt most nem mondanám el, az én életutam azért valóban, én azt gondolom, hogy ismerhető, mert arról beszélek. Tehát ezek a csúsztatások, amiről szó van, most az IMA pártról beszélünk egyébként, elmondom, hogy körülbelül olyan 95-én indultunk el, de valóban nem tudták, ez igaz, megszerezni azokat az aláírásokat. Na de miért, tisztelt barátaim? Amit én mondok, a tisztelt kormány, a mindenkori kormány, a mindenkori ellenzék, ha észreveszi azt, hogy nem ilyen emberek dolgoznak a népért, mint a Tasnádi, meg a Mi Hazánk mozgalom, meg a Betyársereg, meg a MÖM, mert azok leamortizálják a népünket, na ezt nem hagyjuk, törvényes eszközökkel mindent megteszünk a szélső jobboldal ellen, a Tasnádi Péter ellen, még akkor is, ha nekünk nagyon jó barátunk volt, persze valóban ez nem személyes vita, viszont el kell, hogy mondjam, hogy a család összessége sem ért egyet, és negatívan tudják bírálni azt, ami jobbtalan negatív szennyet ránk próbál önteni, de úgy a népünkre is. A cigány társadalomról van szó egyébként, szóba jött bármi, tabu kérdés nincs nálam, mindenre válaszolok, na de önök látják, hogy mekkora hazugságok zajlanak a Pétertől, ezt én megszoktam, mert én látom azért az ő dolgait, és ti is megszoktátok, tehát ez most nem egy újdonság, az, hogy valóban csúsztatunk, hazudunk, a csúsztatás szép szó, de mondjuk meg, ez hazugság. Tehát akkor, amikor önökért dolgozunk, és önök látják, és azért valóban nagyon sok elismerést kapunk szavakban, pénzben nem kaptunk, Isten áldását meg kapjuk. Szóval ez a vita, ez a intelligenciáról szól. Száva Vince az nyilván olyan szavakat használ, sértő szavakat, megalázó szavakat, ami tőle megszokott. Én soha egyébként az én videóimban az ő nevét se ejtettem ki, és nem ejtettem ki a másik testvérét, egyedül a Robiét ejtettem ki, meg a sárga lábúért, mert ő velük nagyon régi a kapcsolatom, és jó kapcsolatom is volt, és van. A Robi most is kijelentette, mielőtt idejöttem, hogy a mi barátságunk egy életre szól, a szívében vagyok, és soha nem felejt el, de mindegy. Tehát én a videómban soha nem, ő pedig hetekig erről beszél. Azt mondja, hogy én a népszerűséget keresem, és most azért csinálom ezeket a videókat, hogy lájkjaim legyenek, és több követőim. Hát elmondom neked, kedves Vince, hogy 30 éve én nagyon népszerű vagyok, és szeretnék nem lenni népszerű. Engem több százezer ember követ, hoztam olyan dokumentumokat, hogy 1 milliós a nézettségem, míg neked 150, meg 300 maximum, tehát én nem keresem. Nekem elég, mert azok a jók. Ja, te szeretnél erre a hullámra felülni, és nem csak te, hanem vannak páran, akik így szeretnének. Én arra gondoltam, hogy te egy intelligensebb ember vagy, és nem kezded el vagdalkozni, megint, mint ahogy rólam mondtad, ezek mind le vannak mentve, hogy én náci vagyok, fasiszta vagyok, egyáltalán. Tudod, hogy mi a nácizmus? És mi a fasizmus? Mondd el az eredetét. Tehát, ha tudod erről beszélni, mondd el, mit jelent? Engedd meg, akkor Péter. Erre válaszolj. Tehát, válaszolok. Tehát akkor, amikor te a Betyársereggel nagyon csodálatos... Nem ez a nácizmus. Mi a nácizmus? Az most ideológiailag... Most az egy másik téma lesz. Ideológia, nem másik, ez a téma. Nem, ez a téma. A nácizmus az a sátáni sötét eszmének a globális aljassága. Honnan ered? Ugye honnan ered? Hát az valóban ugye a német hitleri korszakból ered. Igen. Egy a baj, ha már arról beszélünk, azért tudod-e azt, hogy akkor is voltak zsidó emberek,
most nem rád akarok utalni, akik elárulták a saját népüket, és 600 ezer zsidót öltek meg a zajas neonácik, aztán jöttek a nyilasok. Neonácik öltek meg. Nácik, bocsánat. Neonácik azok most élnek. Most élnek. A német nácik, aztán ugye... 600 ezer zsidót öltek meg? Igen, 600 ezer zsidót, ezt a szélső jobboldal tagadja. De ezt honnan szeded? De ha nem vagy szélső jobboldal, egy pillanat. Honnan szedett? Ez történelmi esemény. Ja, történelmi. Zsenő, van könyv is. Értem. És 200 ezer zsidó. Milyen könyvbe olvastad, hogy 600 ezer? Odaadom neked. Tudod, hány embert öltek meg az, a nácik? Tudod? A nácik szerint. A nácik zsidókat. Szerint, neonácik. Hány zsidót öltek meg? A neonácik hány szerint sokkal kevesebben. Hány zsidót öltek 600 meg? 600 ezeret. 6 milliót, tudod? A világon. Én Magyarországról beszélek. Ezt nem mondtad. Most véletlenül csúsztál el. 450 ezer ember. Nem. Magyarországról beszéltem. 600 ezer zsidó. Én jobban tudom, mint te, én zsidó vagyok, és a vallásomat gyakorolom. Csak engem jobban érdekel a zsidók sorsa, mint téged, mert nem értél egyetlen egy tüntetésre sem, amikor a zsidókat bántották, megtámadták. Hol van? Például milyen utazási iroda, de milyen jó régi, tüntetésre? És tüntettünk a nácik ellen, soha nem mikor láttam. Mikor volt ez? De mikor volt ez? Ez régi eset. Hát, mert börtönben voltam, ne arra, hogy nem tudtam nem, kijönni. Nem, akkor pont szabad voltál. Ja, gondolod te. Az élet menetén én mindig ott vagyok, én a vallásomat gyakorolom, a zsinagógában ott vagyok, a judaisztikát elvégeztem, az orzsén. Megtért te lehetsz, mert te nem vagy zsidó. Igen. Mondom, csak te lehetsz. A zsidónak, hogyne, a zsidónak nem kell megtérni, mert ti azért tértek ezért meg. Ezért imádkozom, hogy tényleg térj meg szintet. De hova térjek? A roma népet nem fogod legyalázni. De hova térjek meg? A zsidó nem tud megtérni, mert a zsidó az Isten vallását gyakorolja. Jó, de én arra gondoltam, ugye persze másképp fogalmazom, hogy a Isten tiszta szívedből hiszed, igen. Az nálunk, igen, mi úgy fogalmazunk, hogy megtérés. Meg kellene valóban... Pillanat, hogy válaszoljak arra a kérdésem, mert te ezt is kijelentetted, hogy én semmit nem tettem a cigányokért. Jó, na de akkor most elmondom, aztán jön a gyuszi. Akkor elmondom neked, hogy ja, sajnos ott van a telefonom, a Gál Kamilról, aki Angyalföldön egy ismert ember volt, készítettem egy videót 2 napja. A Gál Kamil, megemlítettem a videóban, 5 cigány gyereket fogadott örökbe. Az egyik gyerek, aki most 45 éves, hozzászólt a YouTube-on az én videómhoz, amit olvasd el, kérlek, és azt mondta, hogy a Tasnádi Pétert soha nem fogják elfelejteni, mert mikor ők gyerekek voltak, a Tasnádi Péter rengeteg ruhát hozott nekik, vadonatújat, elárasztott őket nyugati csokoládékkal, 5 árva gyerekről beszélek, cigány gyerekről. Mondom tovább. Ökölvívó klubot alapítottam. Az én ökölvívó klubomban 3 cigány származású ember nyert magyar bajnokságot, és a Szegi Robert, Szűcs László és Ranek Sándor. A jelenlegi román, hogy is hívják magukat a Buga Kálmánék, rómaiak, csak cigány klub, annak én vagyok a tiszteletbeli elnöke. Tehát járjál utána. Rengeteg felszerelést vittem, te kérdezd meg a Buga Kálmát, aki cigány, edző, elnök, hát, majd nem lesz. Jó, tehát a kevés roma barátod van, tájékoztatok. Nekem elég sok roma barátom van, te sosem voltál, te sosem voltál barátom. Egy pillanat, igaz, hát de hagyd mondjam el, mert most arról beszélsz. De kérdeztél, válaszolnom kell. Tehát én ezeket a romákat segítettem anyagilag, erkölcsileg, és nagyon sok roma családot segítettem, mert nekem volt olyan biztonsági cégem, ahol 330 ember volt bejelentve, és annak a 40%-a biztos, hogy roma volt. Tehát ha csak azt veszed alapul, hogy mondjuk 150 roma dolgozik nálam, és annak 4-5 fővel beszorzod a családját, akkor így 800 embert el tartottam évekig. És most én jövök, csak egy fél percet hagyj reflektálni. Igen, Laci öcsém. A Vince mögött rengeteg olyan roma család fel tud sorakozni, akik el tudják mondani, hogy a Vince segítségével jutottak oda. Ezt nem vitatjuk. Egy pillanat, nem erről van szó, hogy a Vince segít, vagy nem. Arról van szó, hogy én mit tettem a romákért. Mert ő azt mondta, hogy semmit. Tehát nekem miért kéne tenni bármit is? Én nem vagyok roma. De ennek ellenére rengeteget tettem,
állandóan támogatom, ott a Dohi Jimmy, csak meg lehet kérdezni, akkor kijött a börtönből, te is ismered, 20 éve én ruháztam, te nem adtál neki semmit, én viszont honnan igen, tudod? Mert ő mondta nekem. Nem igaz. Jó, hát akkor hívjuk föl. De tudod mi? Beszéljünk most arról, hogy itt van a Gyuszi, azért hívtuk. Mindkettőnknek barátja, tiszteletben tiszteletet érdemlő ember, mindenki ismeri, az éjszakában a romák is, meg a magyarok is, hogy mondd már meg, hogy te mióta ismersz, hogy tényleg gyűlölöm a romákat? És engem is mióta ismersz. Nem rólad van szó. Nem, rólam az igazság az, hogy én most azért vagyok itt, hogy véleményt nyilvánítsak. Tisztelete tartom a Vincét, ő a cigányok királya, imádják a cigányok. Nem csak a cigányok. Magyarok is biztos. Csak így azért mondom, hogy nem cigány párt vagyunk, és nem cigány jogvédő. Tehát tisztelem az egész Száva családot, hát hosszú-hosszú évek óta Robi, a Lajcsi, Spanon volt, az egész családot tisztelem. És én szeretném még elmondani a Tasnádiról, hogy azért jöttem ide, hogy kiálljak mellette, nem azért, mert megkért, vagy valamiért, ezt én vállaltam. Én 1974 óta ismerem a hajóbárból, mikor még a Kamilón volt a portás. Én akkor felnéztem rá, mert olyan alakokkal jött már oda abban az időbe, hogy 2 méteres állatokkal, gladiátor bandája volt neki, de abból a fele cigány volt. És egyszerűen 40 éve ismerem, oké, hogy nem voltunk közös barátok itt szűken, de én is hallottam róla, ő is hallott rólam, de soha nem hallottam én, hogy ő gyűlölte volna a cigányokat. Emlékszem, volt egy idő, amikor összeverekedtek a cigányok és a magyarok összeverekedtek. És emlékszem, hogy a Tasnádi a cigányok mellé állt. Azt poénra emlékszem rá. És a cigányok szerintem, a Lajcsi is, mindig szerettük a Tasnádit, felnéztünk rá. Ő egy igazi magyar Al Capone volt, és ezt nem lehet tőle elvenni. Hiába cikizik most, jó, egy rész utálja, egy rész szereti, tehát egyszerre nem lehet erre mit mondani. Ugyanúgy téged is van, aki imád, és van, aki nem csíp, ugye? Érted? Téged is lehordanak egy oldalon. Tehát engem még nem hordtak le, még hála jó Istennek soha. Nem tudsz róla, ismerem magamat. De lehet, hogy persze, azért mondom. Engem mindenki szeretett, 40 év az éjszakában. Ellenségem soha nem volt. Bocsánat, kérek, a vita tárgya az, hogy Tasnádi Péter gyűlöli a cigányságot. Erre válaszolja a Vince, amit most hallott. Vagy sem. Mi ennek az alapja? Viszont a többségi társadalmat, tehát a romák azt mondják, azt állítják többen. Nem állítják azt, ezt a vad... Nem, bocsánat, ezt ő állítja, a romák nem állítják. Tudod, hány roma hívott föl? Akkor elmondom, mert te is tudod. Akkor átküldöm azt a sok ezer, akik jó fiúk, a sok ezer bírálatot rollad, nagyon-nagyon-nagyon. Na de barátom. Nem vagy népszerű. De barátom, hát persze. Régi, de miért elmondott a Gyuszi. De miért lennék népszerű, mikor te a szádból ömlik a gyűlölet? Te most is gyűlölködsz. Péter, bocsánat. Hát hogy, te milyen ember vagy, mikor te azt mondod, hogy a Tasnádi Péter, ott van a videó, hogy a Tasnádi Péter rokkant, öreg, vén, zsidó, hát dehogy nem. Azt mondtam, hogy idős öreg vagy idős ember. Igen, jó nézi állni. Akkor gyere velem 5 kilométert fussal, jó? Én 10-et futok. Akkor rendben van, akkor holnap elindulunk? Jó, holnap futunk, jó? Holnap megint csinálok egy videót a futásról. Nem viccelek, akkor holnap. De meg mi, holnap várja, az még nem jó, mert holnap dolgok van. Jó, föl kell készülni. Erre nem vagyok, én kész vagyok mindig. Viszont valóban a Laci öcsének, bocsánat, engedjük meg, mert itt azért jöttünk ám ide, erre a bizonyos élő videóba, hogy tényleg, amit a romákat, 2 millió roma lélekszámról beszélünk, őket az érdekli, nem az, hogy milyen jó csávó volt a múltban, vagy a jelenben a Péter, vagy én, hanem az érdekli, hogy miért zajlik a cigány társadalom ellen a Péternek az a valóban negatív, és ezt Gyuszikám meg kell mutatnom majd neked akkor, mert úgy látszik, te nem vagy képetestvérem, meg kell mutatni, hogy azt mondta Péter szó szerint, és ez nagyon súlyos, te mint roma ember, azért szerintem ez, azért el kell gondolkodni ezen, hogy a cigányok bűnözők, ezt többször elmondta, pont ezért volt vitám vele, utána azt mondta, hogy primitívek a cigányok, és ez általánosítás, és nem elég benzint önteni
a tűzre. A szélső jobb oldallal Péter barátod van, arról beszéljünk még, hogy csak úgy kíváncsi a nép, hogy zsidó származási létedre miért van neked olyan szoros kapcsolatod, persze a te szuvenír döntésed alatt, nem is arról beszélünk, egy betyársereg tagjaival, ott is kivédted a betyársereg tagot, mikor romákkal összeszólalkozott, sajnos valóban él is elítéltem, volt szúrás, a barátodat, a rasszista szélső jobb oldalit megszúrták, azért bocsánat is, ha valaki azt mondja nekem, hogy a betyársereg nem rasszista, azt mondom, hogy Európában a legrasszistább, mert mikor a Kirityán Zsolttal volt nekem ugye a boxingben vitám, meg az összes szélső jobboldali rasszista gonosszal, és mikor én azt kérdeztem, hogy Kirityán úr, ön egyébként rasszista? És ő büszkén azt mondta, hogy igen, na most te ilyen csapattal vagy kapcsolatban, ez érdekli a népet egyébként, nem az, hogy én milyen jó csávó vagyok, vagy a, de köszönöm, hogy itt vagy, Gyuszikám, mert barát vagy, persze, amúgy is, köszönöm, meg a Péternek is, ezzel nincs gond, na de itt a népet az érdekli, az a lényeg, hogy gyűlőre kell jönni, hogy egy zsidó származású ember miért teszi, és én most engedd meg, egy mondatot, én engedd meg, hogy most én téged felszólítsalak, hogy ne folytasd a cigány társadalom ellen ezt a lejárató kampányt, mert a szélső jobb oldal örül tapsol, nem tudom milyen kapcsolatban, most nem akarom azt mondani, ez hogy ne ismételd magad, vajon mi okod van? Mondom, hatszor elmondtam. Ezt nem mondtam még, mi okod van neked arra, hogy velük egyetemben ők és te is most már a népünket akarjátok legyalázni, amit nem hagyunk, és tiéd a szó. Hát borzalmas, alantas a te taktikád, és ahhoz, ahogy megnyilvánulsz egyébként folyamatosan, egyszerűen téged el kéne tiltani a nyilvános szerepléstől. Te állandóan személyeskedsz, ne nevedgél, mert ezzel jó is... Ez az Isten szent áldása, a Szent Szellem itt van velem, a jó kedv, folytasd! Ja, Szent Szellem. Ja, tehát ő olyan dolgokat állítasz, ami nem igaz, és akkor a hazugságot én cáfoljam meg. Nincs semmilyen kapcsolatom a betyársereggel. A betyársereggből van 3 ember, aki nálam sportolt korábban. Vagy például ez a Juhász Gergő, ez nem is nálam sportolt, hanem mikor Nyíregyházán voltam, meghívott az otthonába, egy könyvbemutatót szervezett, stb. Tehát nekem semmilyen közvetlen kapcsolatom nincs a betyár sereggel. Te ne úszítsad a népet itt is, ne jelentgessél ki ott, hogy a Tasnádi Péter a betyár sereggel együtt mozog, mert nem mozgok együtt. Amikor 2 évvel ezelőtt találkoztam veled az Árkádban, akkor én mondtam neked, hogy Vince, miért nem szervezünk egy sereget, egy roma sereget? Mert ebben jó vagyok, mondtam neked. Sőt, megkértél arra, hogy beszéljek a pártokkal, mert nekem vannak egészen jó kapcsolataim a legmagasabb szinten. Jó, de most nem rólad van szó, tehát állandóan magadat akarod előtérve. Most arról van szó, hogy én cigánygyűlölő vagyok, vagy nem. Nem lett. Tehát erről beszéljünk. Mindig ez a kérdés. De erről beszéljünk, ne arról beszéljünk, hogy te hú de jó csávó vagyok, én vagyok az éke elnöke. Ez mit te minden... Érted magad, én csak egy kis... Én nem dicsértem, én elmondom. Hozzá. Hát te kéred, igen, hogy milyen kapcsolatban vagyok a romassággal. Nem dicsérem magam, elmondtam, hogy mennyit segítettem. Anyagilag, lelkileg és fizikailag. Nagyon sok romának. Jelenleg is segítek. Azt mondod, hogy ott ül, otthon, te személyeskedsz, te nem vitatkozol, ha lenne intelligenciád és vitakultúrád, akkor nem állnál bele az emberbe, hogy a Tasnádi egy zsidó, náci, vén, öreg ember, aki hogy is a görnyed háttal ül a foteljében. Én nem mondtam, de mondtad, te nézzél már tükörre, te nézzél, nem vagyok öreg, 73 éves vagyok, Vince. Isten adjon 100 évet, de aha, úgy, hogy igaz szíve látni a népcsoportok ellen, és ne elmondjuk. Bocsánat, egy kérdésre menne Tasnádi Péter úrhoz. Miért gondolja, hogy állás nyugodtan betegeződik? Miért gondolod, hogy állást kell foglalni a cigány ügyekben? Miért gondolod azt, hogy neked kell esetleg
el, akkor megmondom. Feldolgozni. És minden, úgy, ahogy feldolgozom. Mindenben állást foglalok. Mindenben. Ami társadalmi kérdés. Nem csak a cigányügyekben, mert most megint elmentetek egy dolog felől. Nem, ez a kérdés. Jó, akkor elmondom. Miből keletkezett a botrány a Vincével? Mert odáig a Vincével is jó kapcsolatban voltunk. Arról, hogy a Gáspár Laci nevű énekes minősíthetetlen módon viselkedett egy éjszakai szórakozó helyen. Ebből én csináltam egy videót, és egy szóval nem említettem, hogy a Gáspár Laci az milyen nemzetiségű. Egy szóval. Erre jött a Vince sorozata, nem tudott leállni róla, ezt a csontot rágta, 10-15 napon keresztül, naponta 5-ször, hogy a TASS rádió, a cigányok ellensége, a TASS rádió gyűlölködik. Nem a cigányt gyűlölöm, a Suttyot gyűlöltem, ahogy megnyilvánult az az ember. Igen, de a Suttyó nem fogja megérteni, hogy mögötte nem azon, amit esetleg... De mi? Hát és akkor ne beszéljek róla. Tehát ha valaki rosszul viselkedik, akkor mondja, ne beszéljek róla azért, mert cigány. Igen, de akkor nem lehet csodálkozni, hogy vannak ilyen visszajelzések. De miért? De lehet csodálkozni, mert nem beszéltem cigány. Azért van ilyen cigánygyűlölet, mert ő átfordította a Vince, és azt mondta, hogy a Tasnádi a cigányok ellen beszél. Nem a cigányok ellen beszél a Tasnádi, hanem a Gáspár Laci. Most 3 percen köszönöm, igen, nekem is van. Tehát tisztelt nézők, kedves barátaim. Ezt a felkeresést kapsz a romáktól. Hát a logikus, azt elmondtam, hogy amikor tömegével is láthatod, Péter, láthatod, Gyuszi, azért látja egy ország, azért ne, most ennyire már tényleg nem menjünk bele, hogy még ezt is letagadja bárki, hogy egy nép, köszönöm szépen a bizalmat, mert amikor kell oda menni, a szélső jobb oldallal szemben, Gyöngyös Pat 1500 gárdista, egyedül oda mentem, a Sáj és sorolhatnám a többit. Igaz. Ott nem voltál, örültem volna, azt mondtad volna, Vince, menjünk a szélső jobb oldallal. Folyamatosan. Mondjad, mikor? Azért 2011-ben volt. Börtönben voltam. Mondjad tovább. Akkor 2009. Akkor is börtönben. Sajnos 13 és fél évig voltam börtönben. Itt van a Roma, itt van a... Ne viccelj vele, jó? Ne viccelj vele, a te családodból jelenleg is 50 ember van börtönben. Ugye, ne szórakozzál, jó? Arra kérlek, hogy próbálj kulturáltan beszélni. Most nem azt mondják? Azért nem tudom, én nem tudom, hogy mit mondanak. Nem tudom, de hát akkor az egész Száva család az. Ne viccelj már, most is 30 Száva van. 30 Száva. Hát van most kérdezett a családokból, hogy az egy imád. Ne ellenségeskedjél. Semmi gond. Figyelj, te az a büszke vagy, hogy erkölcsi bizonyít. Nekem is van erkölcsi bizonyítványom. Ki is tettem a Facebookra. Tehát, de az miről szól? Hogy hát hogy miről? Arról, hogy szavazhatok, hogy céget... Akkor jó valahol, ha nincs rajta, hát te büntetlen. És akkor mi van? És akkor te is büntetett előéletű vagy. Hát mondod te ezt, hazudod. De mindegy, hát figyelj, az újságok megírták, itt vannak a dokumentumok, te szembe mész a valóság. Néztetek tovább, kérlek, igen, bocsánat. Azt, amit a szélső jobb oldalon... Nem a szélső jobb oldalon, ezt én néztem. Azt hiszed tovább. De Vince, ez nem a szélső jobb oldalon. Ők osztották meg a hazugságot. Hát ők osztották meg, mert én megnéztem. Én megnéztem az archívumban. Pillanat, nézd meg az archívumban. Ha megnéztem. Figyelj, a lényeg az, hogy volt sajnos egy régi eset. Ne beszéljünk a te dolgodról, nem érdekel. Jó, arról beszéljünk, hogy a cigányság... Nem érdekli őt, de közben ő veti föl. De figyelj, a te dolgodról ne beszéljünk, Vince. Arról beszéljünk... Arról beszéljünk, hogy a cigányságot, ha honnan beszed, honnan pattant ki az agyadból, hogy én a cigányokat nem szeretem. És számbolsz olyan szavakat, amit soha nem mondtam el. És hivatkozol egy nem létező kijelentésemre, és természetesen, mondtam a te szektád, persze van egy pár ezer, igen, elmondtam, hogy 2 millió, de azt mondod, 2 millió zsidó van, vagy cigány van. Én valamelyik videómban azt mondtam, hogy azokat a primitív, tanulatlan cigányokat, akik ilyen hozzászólásokkal vannak, mint itt lehet látni, azokat én mind letöröltem az oldalamról.
Az mennyi lehet? 1000? Ezt tudom. De 2 millió van. Jó, a 2 milliót én nem bántottam. A 3 percet akkor köszönöm, én is megkapom. Tehát a lényeg az, hogy nem igaz, és még egyszer mondom, itt is Péter nem mondol igazat. A lényeg az, látta egy ország, nem azért kezdtek el téged nagyon-nagyon tömegével bírálni. A romáknak szerintem a 98%-a most nagyon nem szimpatizál veled. Aki melletted van, azon én csodálkozok, de ezt én nem akarom bírálni. Tehát a lényeg annyi, hogy akkor, amikor azt mondtad, hogy a cigányok, és általánosítottál egyértelműen, ezért lázadt föl a Magyarország cigányság, és a jó érzésű magyarok is föllázadtak, mert azt mondják, hogy mire föl általánosít, mindenki bűnöző, és azt mondtad, nem azt mondtad, hogy a, azt is mondtad, hogy a Gáspár Laci primitív, aztán átmentél a túloldalára, és azt mondtad, hogy maga a cigánság, a bűnöző, a cigánság primitív. Hát ezt én hallottam, és hallott egy gyorsan. Hazudsz. Egyetlen egyet. Figyelj, ne hazudozzál. Tedd föl az oldaladra, amit én mondtam. Ne hazudozzál, mert ilyet soha nem mondtam. Aljas, figyelj, ne haragudjál, ez olyan aljas szemét, amit ez az ember mond. Nem véletlen az, hogy gyűlölködnek, azért gyűlölködnek, mert hazudsz. Hogy lehetsz ilyen? Ne haragudj. De mi az, hogy lehetsz ilyen? Fordulsz. Soha nem mondtam ilyet, akkor miért mondod? Miért adod a számot? Én a zsidókat is védem, állj meg, te meg nem véded, mert leszartad a zsidóknak a fejét, és ennentől kezdve ezért is bírállak tégedet, mert engem fogadott, ugye a Flőrik Robert, téged nem tudom fogadni. Nem, én minden nap beszélek vele, és nekem barátom. Csak beszélges, álljod a néped mellett, ne a bocsánat. Nácikhoz menjél, mert ott a nácik. De mi az, hogy te mit beszélsz hülyeségre? Ez nem normális. Mit beszélsz? Miért álltam a nácik? Mikor álltam a nácik mellett? Egyetlen kérdésem, miért kellett letörölni az oldaladról a cigány ügyekkel kapcsolatosan megszólalásodat? Én letöröltem. Mert nincsen. Ez előbb mondtad, nem? Hogy az olyan hozzászólásokat, meg olyan videókat... Hát ezeket töröltem. Nem, én a saját videóimat nem töröltem. Én a hozzászólásokat töröltem. Én nem találom a román gyerekeket. De miért? Mert nincs ilyen videóm. Hát nekem nem volt olyan bizonyság. Én nem nagyon néztelek. A Kozma ügyel kapcsolatos, amikor megszólaltál, igen. Én ezt már nem találom. Fönt van? Figyelj, a Kozma ügyel kapcsolatban én nem is tudom, hogy megszólaltam volna, én nem emlékszem, de én nem emlékszem, nem Kozma ennyi ügyel kapcsolatban, az fönt van. Igen, ennyi, és a Kozma az fönt van, fönt van, bizony, hát persze. Hát miért törölném le? Én nem törlök le semmit. Én viszont ilyen hazugságokkal szemben nem tudok mit mondani, hát a számba ad olyanokat, hogy én ezt mondtam, azt mondtam, és csodálkozik, hogy gyűlölnek a romák. Hát persze, hát mert elhiszik. Tapasztalsz ilyeneket, hogy van? Hát a kommenteken... Hát most olvastam föl neked. Uh-huh. Én személyesen nem tapasztalok, mert nekem most is van egy... Egy pillanat, most is van egy... Most a Lacivel beszéltem. Nem, a cigányokról nem beszéltem. Én beszéltem olyan cigányokról, akik gazemberek, akik bűnözők. Mi között hozzám? Most tegyük mi? Már fel a cigányokhoz. A cigányokhoz mi az, hogy mi között? Hát te nem normális vagy. De te normális vagy. Én a zsidókat nem bántottam. De hát bántsad, ha valami zsidó. Mert ha egy zsidó rosszat tesz. De pont most mondom, hogy nem általánosítottam. A romák. Igen, de én nem általánosítottam, pontosan azt mondtam, hogy nincs cigány bűnözés. Csak a populáció. A cigány populációhoz képest túl van reprezentálva a cigány bűnöző. Igen, na most bocsánat, én voltam börtönben, én tudom, 80%-a börtönben cigány. 80%-a. Ő szerinte 20%-a a népességnek a roma társadalom. Akkor mennyivel kéne lenni a börtönben? 20%-kal. De nem 20-an vannak, hanem 80%-ban vannak. Tehát akkor el lehet mondani azt, hogy van a cigány társadalom. Ez is a cigányság ellen van. De miért? Ez tény. De ez tény. Hát mi mindennel kell foglalkozni. Ez megint a cigányra. Dehogy is. Ez nem. Te gyűlölet beszél. Dehogy gyűlölet. Amit most megfogalmazol a Vince ellen. Emögött vannak ugye roma emberek. És a kérdésem az, amit a Vince
egyszerűen megfogalmazom. Mit például? Hát, hogy gyűlölködött. Hát, hogyan gyűlölködik? Akkor a többi roma emberek, akik olyan kommenteket tolnak, hát, akkor nekik is ugyanazt üzenet, mint a Vincének? Hát azok a roma emberek hozzátok írják ezeket. Hát hozzátok csak írják. Azért említem, hogy értsd meg, hogy a Vince, ugye mivel jogvédelemmel foglalkozik, őt megkeresik. Tehát őt megkeresik. Tehát nem belőle pattan ki ez az egész dolog, hanem megkeresik a roma társadalom. Hát most nyilatkozik. Hát ez ebből pattan ki. Olyan hazugságokat mond tényként, ami nem valós. Az, hogy a Tasnádi Péter ezt mondta. De hát bizonyítsa be, tegye oda, jó, most akkor neked van alkalmad. Van alkalmad. Sokat beszéltél, állj. A lényeg az, hogy túl sokat beszélsz. Tehát az a lényege, hogy te, a te szavad, figyelj, az egyenlő a nullával, mint egy egér pukkantás. Azt tudod, hogy a vita kultúrában állathoz hasonlítani embert, az még jogi fogalom szerint is becsületsértő. Én szeretném azt, hogy azt mondják, hogy egér. Jó. Egér. Mert az sokkal jobb, mint egy rasszista ember. Akkor azt mondom, hogy te kígyó vagy, jó? Én szeretem. Nagyon szeretem. Az is van. Lassan kérem az úri embereket, hogy lassan tessék megfogalmazni a végszókat. Így van. Mióta tart? Gyerekek. Mennyi? 50 perc. Még van 10 perc, akkor mondja. Nem kellene gyűlölködni, hanem dűlőre kellene valahogy jussatok. De dűlőre kellene valahogy jussatok, Péter. Nem kell ez senkinek tenni. Most egy pár percem azért nekem is hagyd legyen, mert ugye bár a lényeg az, hogy amit megfogalmazott a Tasnádi azt a hazugságokat, az valóban látja mindenki, szerintem ez hatalmas felháborodást hoz, kivéve a szélső jobbnál. Említette 1 millió követő, hát szerintem az szinte 90%-ban rasszista, és a szélső jobbhoz tartozik. Magyarországon ennyi rasszista lenne? Sajnos igen, másfél millió. De engem követnek a jobb oldalon. Hát akkor láttad a Torockai Hamis Proféta című videómat? Gondolom nem. Mi a véleményed a betyárseregről? Tessék, akkor bocsánat, kicsit más kérdés. Mi a véleményed? A betyárseregnek az ideológiában egyáltalán nem értek egyet. Nem azonos... Elítéled őket? Elítélem, és nem azonosulok. Föl voltam háborodva a 2008-2009-es roma gyilkosságok során, mert 6 ártatlan romát öltek meg, olyat, akiknek semmi köze nem volt. Na, ha megöltek volna egy jogvédőt, aki úszítja... Egy pillanat, én nem vagyok roma. De most engem kérdezel. Tehát, ha megöltek volna olyan roma vezetőket, akik úszítják a romákat, azt megértem. De hogy miért egy ártatlan romát ölnek meg, gyereket, érted? Sok zsidót is megöltek, akik uszítottak. Világos, de ezt tudod miért? Ez rád is vonatkozhat. Én nem kívánom azt, hogy téged öljenek meg. De én nem is kívánom. Csak nem érted? Én üzenem a szélső jobbnak most is, hogy akinek gondja van velem, a 0635273160-as számon engem megkereshetne. De Vince, te nem gondolkoztál azon, mikor megölték az ártatlankat, hogy miért ártatlan? Miért nem olyanokat? Nem gondolkoztam, hát mi álltunk oda, minden helyszín ott voltunk. De kérdezem, hogy szerinted, mert én tényleg gondolkoztam, és sok emberrel beszéltem. Nem értettük, hogy miért nem olyat ölnek meg, aki, mit tudom én, kocsmába agyonver mindenkit, érted? Tehát miért egy 5 éves gyerek? Érted, neked ezt tudni kellene, de hogy pontosan van. Én elmondom a választ. A szélső jobb oldal a szegény rétegbe ment, mert tudta, hogy ha egy gazdag, tehetős cigány embernek a gyerekét üli meg, az akkora bosszút fog visszállni, hogy mindenki semmi nem lett volna. Mindegyik szegény semmi roma nem, volt. Semmi nem lett volna. Akkor miért? Se. Nem lett volna. Tudod mit? Azért nem lett volna, mert senki nem megy szembe a törvénnyel. Tehát ha gyerekemet megölni valaki már, bocsánat, akkor akasztanak föl, de akkor nem akasztanak, mert nincs, de nincs, nincs halálbüntetés. Maradjuk annyiból, hogy szerintem egyetlen egy dolog, amiben közös dolgot képviselünk, hogy elítéljük a szélső jobb oldalt. Torockairól mi a véleményed? Hát
A lehető legrosszabb. Mit mondott? Minden cigánynak dökkútba kell, hogy végezze, és föl kell akasztani a romát. Miért nem beszélsz, hogy a tasnádi életben? De, hogy is, meg se hallgatsz. Te csak magadat hallgatod, mert szeretem. Én nem beleszólsz, amit mondok, az a baj. Miért nem beszélsz arról? Miért nem beszélsz arról, hogy Tasnádi Péter kitette, hogy Torockai hamis proféta videóját, és ott megtámadott ugyanannyi. Na ezt rendszeresen a nézd meg, nézni, majd nézd akkor, meg, nem kell most menjél rá, és nézd meg. De akkor még egy kérdés. A Betyár seregben van, azt mondtad, kb. 3 barátod. Ezekkel nincs barátom, bocsánat, nincs, nem ezt mondtam. Te már megint csúsztam. A juhász mellé jártál, amikor igen. Romákkal volt. Igen. Én is elítéltem, állj, én elítéltem azt a roma elkövetőt, aki megszúrta, viszont te meg megvédted a juhászt, és ő mellé álltál. Ezt azért remélem elérdekel. Elismerem, és nincs semmi szégyelnivaló. Én a juhász mellé álltam, nem azért álltam, mert ő jobboldali, vagy ő, nem tudom, hogy ő ki. Nem azért, mert nem azért szúrták meg, mert ő magyar gárdista, vagy nem tudom, betyársereges, hanem azért szúrták meg, mert ő egy diszkónak a főportása, és ezeket ki utasította. Tehát csordába, falkába megtámadták, megszúrták. A cigányok. Egy pillanat, ne cigányozzunk, ne cigányozzunk. Ne cigányozz. Az a négy ember. Kedves nézők, kezd most már jó útra térni, ő is azt mondja, ne cigányozzunk. Hajrá, ez igen, már jó. Na, a videó végére már kezd Vince, én nem akarlak megbántani, de bohóc vagy, te... bohóc vagy, és itt bohóckodsz a tömegnek. Te tudod mi vagy, nekem, egy bohóc, te meg a bohóc orra vagy. Érted, itt vagy, egy orra. Ez állandóan... A bohócnak az orra, én legalább bohóc vagyok, és király. A bohócnak az orra. Akkor beszéljünk arról, jó, ami egyébként tényleg nagyon primitív, és sajnálom ezt a beszélgetést. Én azt hittem, hogy kultúrát módon lehet veled beszélni. Valószínűleg nem téged kellett volna választani. A legkultúráltabban én beszélek, mert mi a magyar népért dolgozunk, a roma népért dolgozunk. Ezt elmondtad 20-szor. Nem haladunk. Mert sokszor elmondtad. Arra fölkérhetlek téged most itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy többet a cigányságot negatív nevet a szádra? Nem kérhetsz föl, mert nem kérheted akkor meg. Akkor te se kérhetsz egy pillanat, föl, hogy téged bírálak, ugye? Akkor nem fog fájni a bírálat. Hát te folyamatosan bírálsz csak engem. Csak akkor, hogyha rohadt. Én hányszor mondtam ki a nevedet a videóban? Többször. Hát ezt nem hiszem el. Hányszor mondtam ki, hogy Száva Vince? Kimondta. Egyetlen egyszer nem említettem a nevedet. De kimondta? Egyetlen egyszer nem említettem. Hát ott vannak a videóim. Meg lehet nézni. Volt a telefonbeszélgetésetek, egyszer arra hivatkozott, hogy beszéltél a Vincével. Igen, de nem csak akkor volt. Aha, de egy pillanat. Én olyan környezetben soha nem említettem, hogy a Száva Vince egy puhos, dagadt, kopasz. Tiszta izom vagyok. Jaj, hagyjad, ne hülyeskedj már. Na, tehát én nem beszélek így, érted, Laci? Nézzük tehát én nem az meg. Ő személyiségét bántom. Van nekem, köszönöm szépen. Én nem az ő személyiségét, és más személyiségét sem szoktam megemlíteni, azzal nem lehet vitatkozni, hogy hogy néz ki. Ő arról beszél, hogy én hogy nézek ki. Hát én 73 éves vagyok, így nézek ki. 190 centi vagyok, 110 kiló vagyok, jó. És minden nap 6-7 kilométer, vagy futok, vagy gyors gyalogolok, stb. Érted? De mindegy, sokkal szarabbul is kinézhetnék. De nem erről van szó. Nagyon jól érzed. Én azt gondolom, hogy lassan most lejárt az időnk, azt gondolom, hogy a kedves nézők el tudják dönteni, a roma emberek el tudják dönteni, a nem roma emberek el tudják dönteni, de megvan őszintén, ez a kerekasztal beszélgetés szerintem elérte a célját, és a cél az, hogy ilyen nehéz ügyeket, ilyen két fajsúlyos ember azt amellett meg tudták beszélni. És én ennek is. Laci, még erre annyit akarok válaszolni. Bőcs hogy beszéd az öcsémtől. Igen, annyit szeretnék válaszolni, hogy ugye azt mondta a Vince,
hogy én azért csinálom ezeket, hogy népszerű legyek. Tehát nekem azért van egy 1 milliós táborom, én azokat soha nem befolyásoltam a romákkal szemben. Ezt azért hangsúlyozzuk, és amikor itt megkérdezte a Vince, hogy én mit tettem a romákért, elmondtam, Fodor Gyuszi azért volt ott, hogy mit tettem. Igen. Tehát azt azért most így zárjuk le, hogy nem vagyok roma gyűlölő, főleg nem vagyok rasszistát, zsidó vagyok. Én még én legalábbis nem tudtam róla tényleg soha. Még egy jóval kisebb kisebbséghez tartozom, mint a Vince, tehát erről szó sincs. De nekem ne szabja meg a Vince, hogy én mivel foglalkozzak. Ha van egy ügy, ami fölborzolja a társadalmat, arról én fogok beszélni. És mindegy nekem, hogy roma, vagy nem roma. Mert én nem ejtem ki a számon. Természetesen ez kölcsönös a Vince részéről. Hát csak nem sem kölcsönös, mert ő mondja, hogy Tasnádi Péter és zsidó. Én meg nem mondom, hogy Száva Vince és cigány. Én büszke vagyok erre, te is legyél büszke. Én büszke vagyok, mondat, de hát ez sértő kérdés, de sértett. Ugye most elmondtad, az a nagy helyzet, hogy logikus dolog, hogy nem önmagamért álltam ki, tisztelt néző, kedves barátaim, kedves mindenki, kollégák, nem önmagamért. Nekem, mint elmondtam, soha nem volt problémám a származással. Valóban a Péterrel se volt nekem személyes konfliktusom, ez igaz, ez valóban igaz. Sőt, senkivel, mert nekem mindenki barátom, viszont ami nagyon fontos, hogy én nem fogom hagyni, és most, kedves nézők, önöknek is elmondom, neked is, Péter, én, mint jogvédő, ne haragudj, te nem vagy jogvédő, te azt mondod, hogy milyen jogvédő vagyok, nem baj, olyan vagyok, amilyen, ugye dolgozunk társadalmi munkában, milyenek vagyunk, de nem hagyhatom, mert nekem hatásköröm, hogy föllépjek veled szemben, akár jogilag is, tudni kell, hogyha a cigány társadalom ellen uszítást hajtol végre, ami egyébként folyamatosan történt, megtörtént, tehát én arra kérlek tégedet, itt most felszólítalak, hogy hagyd a mi népünket, a romákat, mi segítünk a zsidóknak, segítjük a magyarokat, legyünk békességben, van itt rasszista szervezet, nem egy, van itt rasszista szervezet, több. Ha azt mondod, hogy együtt a rasszistákkal szemben dolgozunk, na abba szívesen leülnék veled, és akkor ne zártuk a történetet, és csináljuk együtt. Bravo. Zsidó ember. Nem válaszoltál. És a magyar nép képviselője. De oda válaszoljál, hogy 2 évvel ezelőtt nem mondtam neked azt, hogy de Vinyó, csináljunk egy szervezetet, és lépjünk föl a... Emlékszel? Valóban, tisztelt barátaim, kedves mindenki, a Péternek örültem, találkoztunk. Tényleg jó viszony volt mindig. Én bízom abban, hogy ez le fog, ez a történet csengeni, de csak akkor tud lecsengeni, ha mi népünket, nem csak a Péterről beszélek, bárkivel szemben mi törvényes eszközökkel föl fogunk lépni, előre mondom, Európában is vagyunk sok helyen, viszont amit mond a Péter, igaz, találkoztunk, örültünk egymásnak, árkádokba, még fotót is készítettünk. És ezt vetettem föl neked, igen, hogy védjük meg a cigányokat. Csak legyen akkor Péter, így, legyen a Péter, és akkor ez lesz valóban a végső szó lehet, a Péter egyébként valóban felvetette, és én azt mondtam, hogy legyen, örültem neki, de ne úgy, hogy a mi népünket, vagy a zsidó népet, vagy a magyar népet földbe döngöljük. Isten áldjon meg. Ne döngöljük, hanem védjük meg. Legyen is a végszó. Akkor viszlát. Fogjatok kezed. Vinyó. Üdvözlet. Na. És remélem, hogy a nevemet nem így fogod kiejteni, mert én sejtem. Így van, így van. Vigyelj, a cigányságot hagyja. De én nem szoktam a cigányokat kiejteni a nevét, mert nem barátaim.